A labirintus amúgy Közép-Európában egyedülálló, a világon pedig a harmadik legnagyobb. Mere kell menjek. Kimondottan magyar, kimondottan ópusztaszerhez köthető, és a világban vannak különböző labirintusok, akár teknősbéka, akár más formátum a rajzolata, de mi a csodaszarvast, annak a képét rajzoltuk meg sövényből. A nagy labirintus mellett található egy kisebb útvesztő is, ide is benézek. Ahhoz, hogy ráérezzen a labirintusba mászkálásra, ezt javasoljuk kezdetnek. Ennek az Attila kertje nevet adtuk. Ez egy kimondottan bemelegítő jelleggel van, 1000 méter hosszú, és ennek nincs különösebb szabály, ez a klasszikus útvesztő. Azért sikerült itt is eltévedni egy picit. A minden egyes játékelem különleges, tehát például itt a hátunkat láthatjuk ezt a hálós mászókát, ezt azért találtuk ki 3 emelet magas egyébként, körben minden szintje háló van, hogy mindenki érdeklődik azon, hogy milyen a labirintus maga fölülnézetben. Itt a hátunkat a népi játékok találhatóak, a csirke pofozás, a csiga az pedig a falusi ugar forma egye. A bejáratnál kaptam egy ilyen kérdéssort, és a helyes válasz betűjele megmutatja a sövény labirintusból kivezető utat. Úgyhogy bele is vetem magam. A és R. Az első kérdés. Hippokratész az ember vérmérsékletét színekkel jellemezte. Melyiket jelölte vörössel? A melankólikust vagy a szangvinikust? Akkor menjünk erre. Azért ki van ezt találva, hogyha nem tudod a jó választ, akkor zsákutcába keveredsz, és előbb-utóbb rájössz, hogy merre kell menni. Hát nem. Jó válasz, jó irány, rossz válasz meg egy zsákutca, amiben körülbelül 1-2 percen belül kiderül, hogy a zsákutca, és nagyon sok tematikus kérdés van, tehát a kicsiknek mesés kérdés volt ajánlunk, a nagyobbaknak kisiskolás van, irodalom, történelem, állat, növényvilág, de van angol nyelvű is. Persze megtehetném, hogy előveszem a mobiltelefonomat és kiguglizom a válaszokat, de annak meg mi értelme? Nem egyszerűek a kérdéssorok, tehát ha valaki ezt telefon nélkül végigjárja, akkor nagyon sok mindenről fog tanulni. Amúgy Szeder Szétesem összerakom című számát is itt forgatták, amiben Szedret egy T-rex üldözött. Szétesen összerakódom újra, más a szín és más a forma. De Deniz Ösvények mentén című dala is itt játszódik. Mi is éppen ösvények mentén haladunk. Zsákutca, megint. Tudni kell, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park területén vagyunk, egy Natura 2000-es teljesen védett területen, és így a hatóságok is megmondták, hogy milyen őshonos növényekből épülhet, hogy ez például a magas sövény az fagyal. Egyre közelebb a cél. Azaz! Itt a cél! Yeah! Most már csak vissza kell jutni.